A Palicsi tó környékén lévő szélvédősávról és a nagy parkról tavasszal készültek ezek a látványos, színes drónfelvételek. Ezekkel is neveztek a megmérettetésen. A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg ezt a versenyt. Több mint 320 pályamunka érkezett, a zsűri pedig csaknem 50 díjat fog kiosztani. Határon túli magyar lakta települések is nevezhettek. Szerbiából Palics érdemelte ki a legvirágosabb önkormányzat díját. Konkrétan egyik utca sem lett kiemelve, hanem azok az inkább zöld felületi részek, vagy zöldövezeti részek, amik a lakóövezetit is alkotják. Ez ugye a Magyar László tér, akkor ugye az Orbánfa utca, illetve a Zelengora utca, ezek azok, ahol nagyobb zöld felületek vannak, és amiknek a karbantartására, rendben tartására szükség van. De azt is leírtuk, hogy a Palics település esetében ezeknek a felületeknek a karbantartásával két közvállalat van megbízva, az úgymond lakóövezeti részbe a Szabadkai Köztisztasági Vállalat, míg a parki részbe a Palics-Lass közvállalat van megbízva. A zsűri a pályamunkák szakmai értékelésekor fokozottan figyelt a lakosság és a civil szervezetek bevonására, a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjaira, valamint a korszerű hulladék gazdálkodásra és a megújuló energiafelhasználásra is.